Az orosz erők 12 Shahed típusú kamikadze drónt és két KH-59-es irányított rakétát lőttek ki Ukrajnára október 30-án éjjel, közölte az ukrán légierő a The Kiev Independent beszámolója szerint. Az ukrán légvédelem a jelentések szerint az összes drónt és rakétát lelőtte Mikolajiv, Herson, Kirovográd, Cserkeszi, Zsitomir, Dnipropetrovszk és Hmelnyicki terület felett. A rakétákat az oroszok által megszállt zaporizsai területről indították, a drónok pedig a krasznodári területen található Primorsk-Ahtarsk orosz kikötővárosból repültek, közölte a légierő. A déli mikolajivi területen a légvédelem 5 Shahed 131-136 típusú drónt semmisített meg, közölte Vitali Kim kormányzó a Telegramon. Elmondása szerint az egyik lezuhant drón törmelékei tüzet okoztak a Bastanka körzetben lévő farmon. Szerhij Liszák kormányzó szerint a KH-59-es rakéták Dnipropetrovszk terület felett zuhantak le, maradványaik a Dnipro körzetben estek le. Egy ötemeletes épület, egy magánház és egy autó megrongálódott, de áldozatok nem voltak, tette hozzá. Oroszország 2022. február 24-én indított Ukrajna elleni háborújában eddig körülbelül 299.940 orosz katona esett el, az elmúlt napon 860 ellenséges katona halt meg, számolt be az ukrán fegyveres erők vezérkara. A vezérkar beszámolója szerint 5190 tankot, 9775 páncélozott járművet, 7202 tüzérségi rendszert, 834 rakétavetőt, 559 légvédelmi berendezést, 321 repülőgépet, 324 helikoptert és 9555 katonai gépjárművet és tartálykocsit semmisítettek meg az ukrán védők. Ezen kívül 20 orosz hajót, 5419 hadműveleti és taktikai drónt, 1014 egység speciális felszerelést és 1544 cirkáló rakétát számoltak fel. Decemberben megkezdődhetnek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról, írja az Unián hírügynökség. Peteri Orpo finn miniszterelnök szerint Ukrajna jó úton halad, hogy teljesítse azokat a feltételeket, amelyeket az EU csatlakozáshoz szabtak. Hozzátette, hogy egy hét múlva jelentést készítenek arról, hogy a tagjelölt ország hogyan haladt a csatlakozási követelmények teljesítésében. Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlamenthez intézett éves beszédében kijelentette, hogy Ukrajna jövője az Unióban van. Az uniós országok tavaly júniusban adták meg Kijevnek az uniós tagjelölti státuszt, és a bizottság novemberben fog előrehaladási jelentést készíteni arról, hogy Ukrajna és más tagjelöltek mennyire teljesítik a blokk csatlakozási feltételeit. Hatalmas sikerrel zárult a Beregszászi Napok rendezvénysorozat Budapesten a Nemzeti Színházban, amit a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartottak. A színház szeretők a közel egy hét alatt megtekinthették a Beregszászi Színház életéről szóló kiállítást, részt vehettek több a társulatról szóló filmvetítésen, illetve megnézhettek számos általuk játszott előadást is. Meglévő magyarországi színházi szakmai kapcsolatainkat szerettük volna erősíteni, illetve feleleveníteni a Budapesti Nemzeti Színházban tartott Beregszászi Napok programsorral. Ebben a programban helyet kaptak régi, jól ismert előadások, olyanok is, amelyek akár negyedszázada a Beregszászi Színház repertoárjának részét képezik, illetve sikerült ide elhozni olyan előadást, amelynek a bemutatóját itt most tarthattuk meg magyarországi viszonylatban. Igyekeztünk szakmai programokkal bővíteni a kínálatot, hiszen filmvetítésekkel, közönségtalálkozókkal és nem utolsó sorban az idei fedáksári díjátadóval bővítettük a programsort. Láthatóan óriási érdeklődés veszte ezeket az eseményeket. Tudtak találkozni nem csak a szakmában ismerősök, hanem olyanok is, akik esetleg régen Kárpátaljáról ide sodródtak, idehozta őket az élet, és most egy picit összetudtuk itt hozni az embereket annak a szellemiségnek a jegyében, hogy mi mindannyian Kárpátaljáról származunk, és a kárpátaljai létünk és gyökerünk rendkívül fontos számukra egész életünkön át.